Isten meg szeretné jobbítani a te utadat, csiszolni és élesíteni akar, mint egy gyémántot a jellemünket, mindannyiunknak. Nem csak neked szól, mindannyiunknak szól ez az ige. Tehát a 21. században is Isten igéje élő ható, és Isten szeretné a jellemünket formálni, hogy Isten népét bevigye az ő örökségébe, hogy ne legyünk hiányba, és ne legyünk megkötözöttek, sérelemmel, keserűséggel, megbocsátatlansággal. Isten nagyon fontos jellemet és tulajdonságot helyezett el bennünk. A szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. És néhányban hibázik az ő népe, amely nevéről neveztetett. Amikor a sérelmeinkre és a nehézségeinkre figyelünk, akkor bajba kerülünk. Először is el kell felejtened azokat a sérelmeket, amelyek ugye értek téged az elmúlt időszakban. Filippi 3.14, ugye egyet cselekszem, ami a hátam mögött van, arról elfeledkezem, és célegyenes megyek előre Istennek a terve szerint. Tehát mi van a hátunk mögött? Lehet, hogy sérelem, csalódás és nehézség. És ez az, amit el kell engednünk. A szívünkből ki kell plantálni, hogy a jó mag, az Isten csodálatos, romolhatatlan magja fel tudjon növekedni, 30, 60 és 100 annyi magot tudjon teremni. De annak a feltétele az, hogy fel kell szántani a szívünk talaját, hogy jó talajba kerüljön az a mag, a szeretet mag, hogy az épülni tudjon, hogy olyanok legyünk, mint a kősziklára épített ház, amelyet semmi és senki nem tud onnan kivenni a szívünkből. Hátunk mögött kell hagyni a múltat, bármi is volt az életünkben. A múltban van a jövőt, mert a jövő az mindig előre tekint. Nem tekintünk hátra. Ha hátra nézel, akkor mindig a múltba mész vissza, és akkor nem tudsz a jövőbe előre lépni. A meg nem bocsájtás miatt az életed a múltban lesz, és nem a jövőben. És bizony, ha arra emlékszel vissza, hogy mit tette, és hogyan bánnak veled, akkor bajba fogsz kerülni, gyermekem. A meg nem bocsájtás olyan, mint egy lánc, amely húsba köt minket, és nem tudsz Istentől belépni, Istentől elrendelt örökségedbe belépni. Tehát Jézus Péter és Pál is az elhívására figyelve erősödtek meg, és nem az üldözőjükkel, és nem a sérelmeikkel foglalkoztak. Isten is azt mondta, bocsáss meg, nem tudják, mit cselekednek. Jézus is azt mondta, bocsáss meg nekik, Uram. Isten elrendelt egy magasabb rendű törvényt. Péter meg is kérdezte, hányszor kell az én atyámnak megbocsájtani. Jézus elmondja, hogy 7-szer, 70-szer, akár 490-szer. Mi a te legfőbb célod az életedben? Hát hídben járunk, és hídben állunk, de amikor haragszunk, és sérelemben vagyunk, és megbocsájtatlanságban, és keserűségben, akkor nem a győztes oldalon állunk. Tehát a győztes oldalon kell állj, ha hitben élsz. Ha nem vagy győztes, akkor nem a hit oldalán állsz. Akkor inkább a testi oldalon járunk. Isten belénk helyezte a jövőre vonatkozóan a tervét és a célját. A kezdetnél megjelentette a véget. Az életünk lényege arról szól, hogy hova koncentrálsz a mindennapokba, múltra vagy előre, a jelenbe és a jövőbe. Ha a múltra figyelsz, akkor fájdalom és sérüléssel foglalkozol, és bizony ez egy keserűség felé fog vinni téged, és nem a jövő felé. Most azokhoz beszélek, akik a megbocsájtatlanságban vannak. Akkor újra és újra visszaköszönt egy téma az életedbe, ki és mit és hogyan tett és milyen, és állandóan ezzel foglalkozol, akkor bizony nem bocsájtottál meg. Azt is mondhatnám, hogy ez egy halálos figyelemelterelés, mert a sátán a sötétség útjára visz téged, és eltereli a figyelmedet arra, hogy Isten mit készített a te számodra. Azért, mert valamikor a múltban valami igazságtalanság történt veled, és ez az igazságtalanság talán egy másik keresztény, vagy a család környékéről, vagy munkahelyről ért, lehet, hogy valakitől, aki nagyon közel állt hozzád, de tudd, hogy a megbocsájtatlanság nagyon súlyos és komoly terheket hordoz magával, és a megbocsájtatlanságnak egy komoly büntetése van, méghozzá az, hogy az egész életed a múlt felé
visszafelé tekint és irányul, és nem a jövő felé. Ezért Isten elrendelte az igébe, hogy mikor mi imádkozva megállunk, bocsássunk meg, ha valaki ellen valami panaszunk van, hogy a mi mennyei atyánk is megbocsássa nékünk a mi vétkeinket. Már 11:25-26. Mert ha mi meg nem bocsájtunk, az atyánk sem bocsájt meg nékünk. Olyan ez, mint egy lánc, amelynek a végén egy nagy békjó van, és ez a lánc gúzsba köt minket, hogy ne tudjunk belépni az Istentől elrendelt örökségbe. Van egy csendes gyilkos az életünkben, és akár a szolgálatokban is, nagyon sok keresztény áldozatul esett neki, és ez a meg nem bocsájtásnak a gyilkosa. Meggyilkolja a hitünket, húsba köt minket, visszatart a szeretetben való növekedéstől és fejlődéstől. Ha nem rendezed le a megbocsájtatlanságot, akkor haraggá fog válni, és a harag pedig gyűlöletté, el fog fekélyesedni. És belülről, ahogy ezt megéled, és egyre többet gondolkodol rajta, egy belső keserűség lesz benned. A zsidó levél azt mondja, hogy vigyázzatok, nehogy a keserűség gyökere felnövekedjen bennetek. A keserűség gyökere az valami belső, az már több, mint egy felszíni probléma. A keserűség által sokan megfertőzöttek. A zsidó levél 12:15 így szól pontosan, ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Jézus szereti az ő juhait, és nem fogja engedni, hogy az ő juhainak a megfertőzése jöjjön. Ezért hoztuk el ezt a tanítást nektek. Fontos, hogy lerendezd az életed, az év eleje van, hogy a szeretetbe tovább tudjál fejlődni, hogy növekedni, hogy áldott legyél. A szeretet mindent meg tud oldani, a szeretet minden vétket el tud fedni, és a szeretetben mindenben győztesek tudunk lenni. Tehát a szeretetbe kell tovább menni. Most kell elrendeznünk minden olyan dolgot, ez a legfontosabb az életünkben, bármi, ami visszatart minket Istennek a csodálatos szeretetétől. Ne menekülj el ez elől, mert addig, amíg meg nem bocsájtasz, a Szent Szellem mindig vissza fog téged folyamatosan vinni, amíg le nem rendezed azt a sérelmet, megbocsájtatlanságot, és azt, amire te visszaemlékezel az életedbe. Véglegesen el kell felejteni. Honnan fogod tudni, hogy már megbocsájtottál? Hogy többet már nem is gondolsz rá. Nem fog visszaköszönni az életedbe. A megbocsátás fel tud minket szabadítani, és így az életünkbe be tudjuk tölteni azt a látást, amit Isten ad nekünk. Meg kell bocsájtanunk. És Jézus Krisztus 4 lépést mond ebben a hegyi beszédekben, a Máté 5:44, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket. A Szentírásban 4 dolgot veszünk ki ebből a csodálatos igéből. Szeressük az ellenségeinket, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, tegyünk jót azokkal, akik kihasználnak és gyűlölnek minket, és imádkozzunk értük. Isten egy jó könnyű feladatot adott a keresztényeknek, de nem lehetetlen. Ha leírta a Szentírásba, akkor ez megtehető. A mi Urunk Jézus Krisztus átment ezeken. Jézus Krisztus a Szentírás szerint minden szenvedésünket szenvedte. Ő is átment ugyanezeken a dolgokon. Először is szeresd az ellenséged. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy valami szirupos érzelmekkel kell túltennünk az irányukba, de amikor megbocsájtunk, akkor fel fogunk mi magunk elsősorban szabadulni. Másodszorban ők maguk is. A haragtól, a mi haragunktól fel fog az illető szabadulni. Én azt tudom mondani nektek, hogy lehet, hogy épp most egy személyre gondolsz, hogy ki és mit tett veled. De mondom neked, senki nem tud a Földön kiszorítani téged Isten tervéből, akaratából, csak te egyedül önmagad. Tehát senki másnak sem a szava, sem semmilyen dolga nem tud téged Isten áldásából kivenni. Nincs hatalma se beszédnek, se semminek, egy személynek se. Bármi, ami ellenünk irányul, nem tud levénítani csak a te reakciót és a te válaszait. Azok tudnak sérülést okozni neked, és ezek az érzelmeink.
csak te, úgy is mondhatnám, rekeszheted ki magad Istennek az életedre vonatkozó tervéből. Senki másnak nincs hatalma az életed fölött, és ez árthat neked, és nekem, és mindannyiunknak. És ez egy komoly tanítás, ahogy te a téged érő eseményekre reagálsz. Áldjuk azokat, akik minket átkoznak. Miután meghoztuk a döntést, hogy szeretjük őket, jót kívánunk az életükre, és ezt üzenjük mindenkinek. Amen! Amen! Üzenjük mindenkinek, hogy áldjuk az életüket. Amen! Tehát meghoztuk a döntést, és a szánkba helyeztük a szeretetet. És akik minket bántottak, csak az áldást mondjuk rájuk. És ez lesz a szabadulás napja, elsősorban mi szívünkben, és az illető szívébe is. Egy felszabadulás van ebben. Akiket te elengedsz, ő is felszabadul, és jót teszünk velük. Gyógyuljon meg a szívünk. Valamikor nincs fogadó szív, nem fogadják a szeretetünket. Lehet, hogy hosszú évek óta próbál szeretetbe közeledni, nincs fogadás. De én most a te felszabadulásodról és az enyémről beszélek. Nekünk kell felszabadulnunk, hogy betöltsük az elhívásunkat, amit Isten adott nekünk. Szeretem és áldom az ellenségem. Tessék együtt mondani. Szeretem és áldom az ellenségem. Amen. Amen. Halleluja. És ezt jó kedvel teszem. És ezt jó kedvel teszem. Ez kell egy felszabadult, megbocsájtó, szeretetteljes élethez. A Szent Szellem világosan mondja minden kereszténynek, ez a megbékélés. Meg kell békülnünk egymással. Felekezeti határokon túl is. Nincs férfi, nincs nő, nincs zsidó, nincs görög, egyek vagyunk Krisztus Jézusban. El kell egymást fogadnunk, egymásra utaltságra. Nem mondhassuk azt, hogy nincs a kézre szükségem, vagy a lábra. Krisztus teste egybe szerkeztetett. Megbékélés kell férfiak és nők között, megbékélés kell a különböző felekezetek között, megbékélés kell minden kapcsolatban, gyógyulás kell. És ez az igazi megbocsájtás, hogy abban, ami történt, bármi megoldatlan konfliktus volt, megbocsájtottam, és elengedem, és szeretlek, barátom. Amen! Amen! Előre akarok nézni, és azt akarom, hogy Isten használjon engem. És szeretném, ha téged is használna. Akarjuk ezt, ugye? Dicsőség Istennek. Akkor meg kell bocsájtanod, barátom. Hát bocsáss meg, ezt üzenem ma neked. Amen? Amen? Van egy kenet, amit Isten adott, és sok keresztény letáborozott egy rossz helyen. És ez nem jó. Tehát várj bele, ez egy elég nagy dolog és nagy kihívás, hogy a szívedből elenged a sérelmet. Bíz Istenbe, fog segíteni, és bátran állunk ezzel szembe, mert szeretetbe akarunk növekedni. 30, 60 vagy 100. Amúgy sem kell félned, a szeretetben nincs félelem, hisz van egy örökségünk. Ézaiás 54:17. Egy ellened készült fegyver nem lesz jó szerencsés, és minden nyelv, mely ellened perbeszáll, elkárhoztatik. Isten azt mondja, én ezzel szembe fogok szállni. Ez az Úr szolgáinak öröksége. És én megvédelmezem őket. Vagyis senki nem lesz képes megállni előttünk, hisz mit tehetnek a szeretettel szembe. Pontosan idézem nektek, Ézaiás 54:17, menjünk ide. Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. És minden nyelven, mely ellened perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége. És az ő igazság, mely tőlem van, így szól az Úr. Tehát senki nem lesz képes megállni előtted, ha te szeretetben jársz. Mit tehetnek a szeretet ellen? A szeretet minden dolgot le tud rendezni. És Isten a te oldaladon áll. De mikor? Ha szeretetben jársz. Ha megbocsájtasz. És nyugodj meg. Mert Isten nekünk dolgozik. Isten nincs a saját törvénye ellen.
egy jó irányba haladunk és uralkodunk minden körülmény, helyzet és nép felett, amikor hitben és szeretetben járunk. Mert tudjuk, hogy Isten velünk van, és akkor ki lehet ellen. Áldjon meg az Úr titeket. Amen.